8 óra van, ez a Híradó az M1-en. Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Újabb adócsökkentés indul. Legkésőbb jövő januártól nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak, jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az átlag fizetésekig érdemes megadni a teljes kedvezményt. Az intézkedés körülbelül 130-150 milliárd forintba kerül, és 270 ezer fiatalt érint. Az a cél, hogy minél hamarabb saját lábukon tudjanak állni a 25 évesek is. Másfél éve dolgozik óvónőként Szabó Petra Füzesabonyban. Ez az első munkahelye, az egyetem után azonnal el tudott helyezkedni. Most 23 éves, így jövőre neki is jár majd a fiatalok jövedelemadó mentessége. Azt mondja, így több tízezer forint marad majd a zsebében, amit szeretne félretenni. Mindenképpen lakásvásárlásra, illetve pénzt szeretnénk elrakni minél többet ugye a jövőbe akár a gyereknek, illetve szeretnék félrerakni arra, hogy tovább tanulhassak, hogy minél jobban fejlesszem magam a karrieremben. Ez az a legelszegi fiatal is, mert azt számolgatja, hogy mennyi pénzt tud majd megtakarítani a kedvezménnyel. Azt reméli, minél előbb bevezetik az adómentességet, mert komoly tervei vannak. Többet is tudok majd félretenni, valamint a következő lépéseimet elősegíti, hiszen én is szeretnék lakást venni, autót venni. Legkésőbb jövőre lép életbe a fiatalok SZIA mentessége, ezt Orbán Viktor jelentette be a Kossuth Rádióban. Megvan a döntés arra, hogy legkésőbb 22. január 1-től azoknak a fiataloknak, akik még nem töltötték be a 25. életévüket, azoknak teljes jövedelemadó mentességet adunk. A miniszterelnök azt mondta, a kedvezmény részletein még dolgoznak, de lengyel minta alapján vezetik be. A kormányfő azt hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a fiatalok 25 éves korukra a saját lábukra tudjanak állni. 130-150 milliárd forintba fog ez körülbelül kerülni, de fontosnak érzem, hogy a nyugdíjasok után a fiatalok is kapjanak egy komoly lehetőséget. A családi ügyekért felelős miniszterasszony számolja most, hogy hol legyen az a határ, ameddig az igaz. Gondolom, az átlag fizetésekig érdemes megadni az a teljes adókedvezményt a fiatalok számára. Tehát van egy 300 ezer forintos havi fizetésünk. A századvég vezető elemzőjével kiszámoltuk, hogy hozzávetőleg mekkora összeget jelent a fiataloknak a személyi jövedelemadó elengedése. Regős Gábor a KSH adataira hivatkozva azt mondta, a 15 és 24 éves korosztály átlagosan bruttó 300 ezer forintot keres. Ez a 15%-os SZIA-val számolva havonta 45 ezer forint megtakarítást jelent. Ez több mint 250 ezer fiatalt érinthet, természetesen egy jelentős részük csak részmunkaidőben dolgozik, tehát esetünkben ez az összeg is természetesen kisebb, de itt persze mindig függ attól is, hogy hogyan alakul az aktuális foglalkoztatási szint, hiszen azért is fontos a fiatalok támogatása, mert nekik sokszor nehezebb elindulni, nehezebb az első állást megtalálni, hogyha az első állás ugye már megvan, akkor már könnyebb helyzetben vannak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint körülbelül 270 ezer 25 éve alattinak van munkája Magyarországon, vagyis a most bejelentett személyi jövedelemadó mentesség csak nem 270 ezer fiatalt érint. A tegnap reggeli adatok szerint 1513 újabb esetben mutatták ki itthon a koronavírust. Meghalt 111, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 11177 főre emelkedett. Egyre több a gyógyult, ezért az aktív fertőzöttek száma 113 ezer alá csökkent. Jelenleg 4600 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 337-en vannak lélegeztetőgépen. Már csaknem 106 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni vakcinát itthon, ma pedig mérföldkőhöz érkezik a védekezés. Az első beoltottak ugyanis megkaphatják a második dózist az oltóanyagból, így hamarosan a teljes védettséget is megszerzik. Egyre nő az oltási kedv is, a KSH szerint megduplázódott azok száma, akik biztosan kérik majd az oltást. A történelmi pillanat, amikor december 26-án hivatalosan is elkezdődött itthon a koronavírus elleni oltás. Elsőként a Délpesti Centrum Kórház egyik osztályvezető főorvosa kapta meg a német-amerikai fejlesztésű vakcinát, nem sokkal később pedig már országszerte oltottak. A Békés-megyei Központi Kórházban az infektológiai osztály főorvosa kapta meg elsőként a vakcinát. Azt mondja, azóta sem jelentkezett nála semmilyen negatív reakció. Martin Tibor azért is várja a második oltást, hogy teljes biztonságban végezhesse munkáját. A mi felelősségünk kettős az egészségügyi dolgozóknak,
vigyázniuk kell a rájuk bízott betegekre is, és úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos, hogy a betegeknek ne adjuk tovább magát ezt a betegséget. Magyarországon mostanáig már több mint 105 ezer ember kapta meg a védőoltást, hétvégén pedig újabb mérföldkőhöz érkezik a koronavírus elleni harc. Az első beoltottak ugyanis megkaphatják a második vakcinájukat is, ezzel kialakul a 95%-os védettségük a koronavírus ellen. Emellett a védekezés sem áll le, hétvégétől újabb ágazatok dolgozói jelentkezhetnek ingyenes tesztelésre, például akik gyermekvédelemben vagy a szociális területen dolgoznak. A vizsgálatokat a kormányhivatalok szervezik, 127 mintavételi pontot alakítanak ki az országban. Folytatódnak az oltások is. Ezen a hétvégén a 100 főnél nagyobb létszámú idős otthonokban az ott élők és a dolgozók a Moderna vakcináját kaphatják meg. Emellett a Pfizer-BioNTech készítményéből is folyamatosan érkezik szállítmány Magyarországra, igaz, nem annyi, mint amennyire szükség lenne. Az oltási kedv ugyanis folyamatosan nő, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból. Míg november végén a megkérdezettek 15%-a volt biztos abban, hogy beoltaná magát, addig január elején ez a szám már 27% volt, azok száma pedig csökkent, akik elutasítják a vakcinát. Emiatt is fontos, hogy minél több ember jusson vakcinához itthon. Erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt, aki hozzátette, minden egyes nap késlekedés gazdasági károkat okoz, és emberek életét veszélyezteti. Több nyugat-európai országhoz képest sikeres Magyarország oltási programja. Ez derül ki a 21. század intézet legújabb elemzéséből. Deák Dániel az M1-en elmondta, hazánk a leggyorsabban oltó tagállamok között van az Európai Unión belül. Az elemző hangsúlyozta, hogy Brüsszel egy elhibázott vakcina beszerzési politikát folytatott. Németországban is több vezető politikus elégedetlenségének adott hangot ennek kapcsán. Egy oltási programnak, egy oltási tervnek az mutatja meg a sikerességét, hatékonyságát, hogy milyen gyorsan tudják azáltal beoltani a lakosságot, és itt azt látjuk, hogy Magyarország ott van a 10 leggyorsabban oltó tagállam között, az Európai Uniós átlagot meghaladja jelen pillanatban lakosságarányosan a beoltottaknak az aránya Magyarországon, és olyan nyugat-európai, egyébként sokkal fejlettebb, gazdagabb országokat előzünk meg ezzel, mint például Franciaország, Hollandia vagy Belgium, ahol jóval az uniós átlag alatt van a beoltottsági szint. Franciaországban mától az egész országra kiterjesztik a kijárási tilalmat. Este 6 óráig már mindenkinek haza kell érnie. A rendelkezés 2 hétig lesz érvényben. Közben újabb hatalmas oltóközpontokat nyitnak meg, hogy gyorsítsák az oltást. A több mint 60 milliós országban eddig mintegy 250 ezeren kaptak koronavírus elleni védőoltást. Lemondott a holland kormány a családtámogatási botrány miatt. Több száz olyan család került súlyos anyagi helyzetbe, amelyben kettős állampolgárok a szülők. A holland adóhatóság ugyanis csalóként kezelte őket, és megvonta tőlük a gyermekgondozási támogatást, valamint számos esetben több ezer euró visszafizetésére kötelezte az érintetteket. Az ombudsman és a holland parlament vizsgálóbizottsága is arra a következtetésre jutott, hogy az adóhatóság megsértette a jogállamiságot, figyelmen kívül hagyta a gyermekjogokat, és több családot is ellehetetlenített anyagilag. Hollandiában márciusban tartanak választásokat, addig Mark Rutte kormánya ügyvezető kabinet marad. Újabb migrációs hullám indulhat a Balkánon. Hiába a koronavírus és a tél, nem csökken az érkező bevándorlók száma, mondta Bakondi György az M1-en. A főtanácsadó azt is mondta, hogy Magyarországra sokan próbálnak bejutni. A szerb-magyar határ alatt egy újabb alagutat is találtak, de embercsempészek miatt is többször intézkedtek a rendőrök. Létavértes közelében például egy kamion rakterében 31 migráns találtak, akiket török és román embercsempészek szállítottak. Bakondi György szerint az elmúlt évekhez képest az embercsempészetet illetően folyamatosan növekedés. Valamennyi érintett határszakaszon jelentkezik ez, tehát nem csak a szerb szakaszon, ahol természetesen a legnagyobb nyomás nehezedik a határbiztonsági létesítményekre és a határőrzeti erőinkre, hanem nagyon aktív a román szakasz is, és növekedést mutat a horvát szakasz is.
Állami támogatással bővíti Kazincbarcikai üzemét a Linde. A tegnapi beruházás bejelentőn a külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hazánk a világjárvány idején is a beruházás ösztönző politika mellett tette le a voksát. Szijjártó Péter hangsúlyozta, ebben szövetségesek az olyan vállalatok, mint például a Linde, amely a mostani nehéz időszakban sem leépítéssel, hanem fejlesztéssel válaszol a kihívásokra. Így biztosítjuk azt, hogy lesz elég orvosi oxigén a kórházakban a betegek ellátásához, és lesz elég speciális technológia az oltóanyagok szállításához is. A Linde Kazincbarcikai levegő szétválasztó üzemében végrehajtott beruházás értéke 14 milliárd forint. Ezzel a 14 milliárd forintos beruházással a Linde 430 ember munkahelyét védi meg.